2020 őszén indult ez a kamerás megfigyelési időszak a Nemzeti Nyomozóiroda segítségével. Erre azért volt szükség, mert az ezt megelőző időszakban, mondhatom azt, hogy években, rendszeresen ragadozó madárpusztulásokat tapasztaltunk a Gerendás és Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság működési területén. Ugye elsősorban egerészőjvek és barnarétéhiáknak a tetemeit és maradványait találtuk meg, de GPS jeladóval jelölt parlagisas is volt, ami jelezte, hogy valami probléma történt vele a területen. A terepen tapasztaltak mellett lakossági bejelentést is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy nagyobb számban is tapasztalható ragadozó madaraknak elhullása, és igazából ezért indult ez a komolyabb megfigyelés az eseteknek a felderítésével kapcsolatban. A vadásztársaság működési területét teljesen lefette különböző élvefogó és ölőcsapdákkal. A szörmés és szárnyas dúvatfajoknak, minősülő fajoknak az állományának a csökkentése miatt. A kifejezett kamerás megfigyelés az csak néhány csapdát érintett, de a teljes terület egy komplett csapdaparkkal volt vadgazdálkodási szempontból kezelve. Jelenleg többféle élvefogó csapda alkalmazható legálisan Magyarországon. A vadászható ragadozó fajoknak, szörmés és szárnyas ragadozóknak a befogására. A bűncselekményt az elkövető egy köbméteres ládacsapdának nevezett csapdatípussal követte el. Ez egy másik csapdatípus, azonban a működési elve az abszolút hasonló ahhoz a csapdáihoz. Ezek úgy működnek, hogy általában egy élő csalimadarat használnak ebbe a rekeszbe, ezért megy be igazából a szörmés vagy a szárnyas dúvad, és azzal, hogy megpróbálja elérni ezt a csaléteknek szánt madarat, azzal a mozgásával, ahogy megbillenti ugye ezt a részt a csapdába, azzal aktiválja azt, amely bezárul és ugye bent tartja a madarat vagy az állatot. A kamerás megfigyelés során 8 esetben 8 darab egerészőjv elszállításra is került a területről. Ezek az egerészőjvek védett fajok, eszmeértékük 25 ezer forint, az összetett eszmeérték az pedig így 200 ezer forintot teszi ki. A Magyar Madártani Egyesület 2021 év elején büntető feljelentést tett az ügybe természetkárosítás büntet gyanúja miatt. A nyomozás során sikerült beazonosítanunk a felvételeken található hivatásos vadász személy azonosságát. A vadgazdálkodási szabályok szerint a hivatásos vadásznak a csapdákat ki kellett volna nyitnia, és a ragadozó madarakat el kellett volna engednie. A felvételek alapján ez a hurokfojtásos módszerrel történő madaraknak a kivétele potenciálisan hordozta a sérülés veszélyét, akár az állatpusztulásához is vezethetett. A nyomozás során természetvédelmi szakértőt rendeltünk ki a felvételeken látható madaraknak a beazonosítása érdekében. A szakértő kétséget kizáróan 8 esetben megállapította, hogy védett egerészőjvek találhatók a felvételen. A gyanúsított kihallgatása során tagadta a bűnösségét, vallomást tett, szabadlábon védekezik. A gyanúsítottal szemben 8 rendbeli természetkárosítás büntet megalapozott gyanúját közöltük. A természetkárosítás büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyet a napokban vádemelési javaslattal fejeztük be, és megküldtük a bűnügyi iratokat az illetékes Békés Csabai járási ügyészségnek. Sajnos itt az elmúlt években több ilyen ragadozó madarakkal szemben elkövetett bűncselekményt is tapasztaltunk. Amivel a leggyakrabban dolgunk volt, az különböző ilyen madármérgezéses esetek voltak, de az utóbbi 2-3 évben találkoztunk több ilyen csapdával használatos visszaéléssel is, illetve hát ilyen lelövéses esetekbe is belefutottunk.
A Pannon Eagle Life projekt keretében több nemzetközi szervezettel is együttműködünk. Itt a Magyar Madártani Egyesületnek a Nemzeti Nyomozóirodával van egy ilyen jelenlegi együttműködésre. Ennek keretében több madármérgezéses, illetve egyéb környezeti bűncselekménybe is együtt dolgozunk. Különböző kereső kutyás egységeket alkalmazunk, mert a terepen is képesek megtalálni a bizonyítékokat, és így a rendőrségi együttműködés segítségével elindulhat a nyomozás.